elévülés, ezek között tényleg nem egy olyan gyógyszer van, amelyik esetenként egymás hatását külön ki is tudja oltani, vagy például ami az egyik legszembetűnőbb példa, hogy bizonyos gyógyszerek szedése kapcsán, és itt alapvetően OTC-szerekről van szó, ugye recept nélkül kapható szerekről, hogy a felső gyomorvétraktus vérzéseknek legalább a 20%-a az olyan gyógyszer szedése kapcsán alakul ki, amely során, ha egy másik gyógyszert talán mellé szedne a beteg, amelyik védi a gyomornyálkahártyát, akkor sokkal kisebb eséllyel alakulna ki ez a vérzés, és bizony egy-egy ilyen vérző betegnek az ellátása az részben kórházban eltöltött idő, részben pedig gyógyszer, vér és egyéb más költség szempontjából nem olcsó mulatság. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos belefutunk ezekbe a dolgokba rendszeresen, és nekünk is nap mint nap tényleg szükség van arra, hogy mondjuk akár könyvben, akár online az ember tájékozódjon arról, hogy főleg bizonyos új készítmények megjelenése esetén. Sőt, ugye nagyon gyakran a beteg igazándiból csak annyit tud, hogy összede azt a kis barnát, meg azt a kis fehéret a vérnyomásra, meg a szívre, hogy részben az, hogy kitotózzuk azt, hogy milyen gyógyszert szed, részben pedig az, hogy ugye, hogy az ember napra kész legyen ennek a rengeteg kemikáliának a különböző szinergista vagy nem szinergista hatásával, ez gyakorlatilag lehetetlenség, és itt tényleg azért online adatbázisok, akár magyar, akár külföldi, leginkább angol nyelven azért rendelkezésükre állnak. Én azt mondom, hogy az interakciókkal kapcsolatosan gyakorlatilag minden egyes rendszergazdának, tehát minden egyes rendszernek, amit használunk egyébként a patikában, mindegyikben van egyébként interakció figyelő rendszer. És ez nagyon jó, hogy működik. Persze az igazság az, hogy ezek a rendszereknek majdnem mindegyike, ezek a irodalmi feldolgozások alapján készülnek. Tehát a klinikailag releváns, tehát ha mi mindig leállítanánk egyébként a gyógyszer kiadását akkor, amikor kiváltja a problémát, az is jelenti, hogy nagyon sokszor, hogy a szomszédasszonynak a receptjét is akkor váltják ki egyébként. Tehát ami ott nekem csenget, hogy interakció, az nem biztos egyébként, hogy interakció, mert a szomszédasszonynak a receptje is benne van, vagy a gyógyszere is benne van. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ami a legnagyobb problémát jelenti, az az, hogy ugye különösen ugye az idős betegeknél, ahol valóban rengeteg gyógyszert szednek együtt, az, hogy interaktál mondjuk 2-3 gyógyszer, azt még csak egyébként az ember tudja regisztrálni, de az, hogy a 15 gyógyszer, amit ő együtt szed, hogy annak milyen interakciói lehetnek, hát szerintem az már arról sem tudja a kategória, tehát az egy nagyon-nagyon nehezen követhető. Lehet egyébként, hogy ezek a betegeknek egy része valóban a toxikológián köt ki. Minden esetre ezért van az, ezért kellene egyébként egy farmakoterápiás tanácsadás, illetve egy farmakoterápiás konzultáció, hiszen a geriátriában elég gyakran az idős betegeknél azt szokták csinálni, amikor bekerül kórházba, hogy akkor na Marinéni, akkor ezt a 15 gyógyszert akkor felejtsük el, és akkor most felépítjük egyébként a gyógyszerelését abból a 3-4 gyógyszerből, amit valóban érdemben egyébként szükségesnek szedni. És ehhez, ez a 15 gyógyszerhez, hogy jöhet még hozzá a táplálékkiegészítőben, stb. És egy asztalnyi gyógyszerelés lehet egyébként, vagy gyógyszerződés lehet. Tehát nagyon nehéz gyakorlatilag ennek a követése, nem reménytelen. Ezt szolgálná ez a bizonyos farmakoterápia menedzsment, amit mi szeretnénk elérni. Ez egyébként fejlettebb országokban működik, az Egyesült Államokban már fizetnek is érte, orvosok és gyógyszerészek foglalkoznak ezzel, gyakorlatilag ott is megvannak egyébként, mert azért ez elég költséges dolog, ott is megvannak azok a kategóriák, 60 évnél idősebbnek kell lenni, 5 gyógyszernél többet kell szedni, és ennek az 5 gyógyszernek a költsége egy bizonyos összegen felül kell, hogy legyen ahhoz, hogy ezért az adott biztosító megfelelő összeget fizessen. És akkor természetesen egyébként figyelve van a gyógyszerelése a betegnek, ezzel lehet egyébként biztonságossá tenni, költséghatékonyá tenni, tehát gyakorlatilag azok a, megint csak vannak egyébként, tehát nem a vakvilágban beszélünk erről, általában az a költség, amiben ez kerül, tehát magyarán a figyelése, a farmakoterápia menedzsmentnek a fenntartása, az 1,9-1,10 arányban szokott eredményes lenni, magyarán $1 befektetés, $9-10 megtakarítást eredményezhet a beteg esetében. Amerika nem arról híres egyébként, hogy karitatív jelleggel szoktak a biztosítók fizetni. Nyilván, hogy a biztosító azért fizet, azért vállalja fel a költségeket, mert ez neki bőségesen megéri, hogy ilyen jellegű szakemberek foglalkozzanak a gyógyszeres terápiának.